Az utóbbi években az elektromos meghajtású autók száma megtöbbszöröződött. Köszönhető ez a növekvő vásárlói környezettudatosságnak és a gyorsan fejlődő technikai megoldásoknak. Most nézzük meg, hogy a Debreceni Szakképzési Centrum intézményei hogyan járulnak hozzá az elektromos akkumulátorgyártás iparágához. A Megvárt András gépipari és informatikai technikumban a diákok minden típusú CNC gépkezelését elsajátítják, beleértve a lemezmen munkáló gépét is. Képesek a gyártás folyamatának teljes körű koordinálására, a tervezéstől a korrekción át a gyártásig. A Debreceni SC vegyipari technikumának jól felszerelt laboratóriumai évtizedek óta szolgálják a vegyipar és az ahhoz kapcsolódó szakmák elméleti és gyakorlati készségeinek megalapozását. Az alapműveleti és a preparatív laboratóriumokban a tanulók megismerkedhetnek az alapvető laboratóriumi eszközökkel és műveletekkel, az anyagok tulajdonságaival, átalakításuk lehetőségeivel, a biztonságos munkavégzés szabályaival. Az analitikai laboratóriumokban elsajátítják a minőségi és mennyiségi elemzés fortéjait, a minőségbiztosítás alapjait. Tanulmányaik során megismerik az elektrokémia legfontosabb elemeit, jártasak lesznek a gyakorlati alkalmazásokban is. A Debreceni SC Beregszászi Pál Technikum kiváló elektronikai, informatikai, gépészeti, villamosipari és járműipari szakembereket képez a munkaerőpiac számára. A nálunk tanuló diákok elsajátítják a fémipari és az elektronikai alapvető műveleteket. A tanulók megismerkednek a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai, elektrotechnikai gyakorlati és elméleti tudásával. Elektromos, elektronikus berendezések, akkumulátorok műszerek tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, üzemeltetésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos műszaki feladatokat végeznek. Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre is. A mechatronikai technikusok elsajátítják az automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő gépsorok zavartalan üzemeltetését. A Brassai Sámuel Technikum képzési palettáján olyan ágazatok szerepelnek, mint a szállítmányozás és közlekedés, a specializált gép- és járműgyártás, vagy az elektronika és elektrotechnika. A diákok itt egy olyan átfogó műszaki tudást szerezhetnek, amely alkalmas az ipar 4.0 vállalati környezetben való munkavégzésre. A közlekedés és szállítmányozás ágazatába tartozó logisztikai szakmaterület magába foglalja a logisztikai tevékenységek teljes tervezését és végrehajtását, a legmegfelelőbb szállítási mód kiválasztását, a szerződések végrehajtását és, ha szükséges, az útvonal megtervezését. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.